Tisztelettel felkérem Balla Lászlót, Kiskun Félegyháza alpolgármesterét, tartsa meg köszöntő beszédét. Kedves házigazdák, tisztelt polgármester úr, kedves vendégek, kedves mindannyian. Kiskun Félegyháza, épp most kérdeztem a polgármesteret, hogy nehogy tévedjek, 1993-ban írta alá az első testvérvárosi kapcsolatokról szóló dokumentumot, amit 2013-ban megerősítettünk a 20 éves kapcsolatfelvétel alkalmából. Én úgy gondolom, hogy Kiskun Félegyháza és Korond kapcsolata matematika szerint 22 éves, tehát 22 évre nyúlik vissza, de azt hiszem, hogy még legalább ennyit, vagy még többet fogunk közösen hasonló rendezvényeken, akár itt, Korondon, akár Kiskun Félegyházán eltölteni. Nagyon nehéz felszólalni, körülbelül 8-nak vagy 9-nek, nem is számoltam pontosan, nem akarom az idejüket rabolni, de azt azért el szeretném mondani, hogy amikor megkaptuk a meghívást erre a mai rendezvényre, akkor ez nekünk természetes volt, hogy jövünk. Bármi áron, távolság 500-600 kilométer Kiskun Félegyháza Korond között, ez nem távolság. Ez azt hiszem jelzi Kiskun Félegyháza viszonyát Korond településhez, és úgy, ahogy a sportolóink, a birkozók, a sakkozók, de civil egyesületek, baráti családok jó néhányszor találkoznak az év folyamán, hol télen, hol nyáron, ez részünkről biztos, hogy vagy részünkről nem fog változni a jövőben sem. Én gratulálok a rendezvényhez, hiszen jó néhány rendezvényt szerveztünk már Kiskun Félegyházán, amiben jó magam is részt vettem, és tudom, hogy milyen munka, mennyi izgalommal jár, hogy minden helyén legyen, vendégek jól érezzék magukat, a vásározók jól érezzék magukat, és természetesen a jelenlevők. Én végezetül szeretném minden Kiskun Félegyházi lakos jó kívánságait átadni önöknek, polgármester úr jó kívánságait. Örülünk, hogy itt lehetünk is küldöttségünkkel, és már most mondom, hogy nagyon várjuk a 25 éves jubileumi aláírást. Köszönöm a figyelmüket, jó szórakozást kívánok mindenkinek! Kedves vendégeink, az ünnepi köszöntőt követően 10 polgári és 10 oklevél átadásra kerül sor.